Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kabai Városi Televízió adását látják a 2017-es évben immár harmadszor, 2017. január 15-én, vasárnap, Lóránt napján. Köszönjük, hogy az új esztendőben is minket választottak. Bár az elmúlt napokban némileg enyhült az időjárás, mégis elmondhatjuk, hogy a január igazi sarkvidéki hideggel köszöntött be. Az extrém hideg, valamint a viharos szél és az ezzel együtt járó hófúvás veszélye miatt több megyében narancs, vagyis másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat az elmúlt napokban. Emellett más megyékben, például Hajdú-Biharban elsőfokú figyelmeztetések vannak, voltak érvényben. Az extrém hideget szó szerint túl kell élni, főleg az idősebbeknek, az egyedülállóknak, valamint a krónikus betegségben szenvedőknek érdemes betartani néhány jó tanácsot. Hamarosan ezzel kezdünk, de előtte nézzük szokásos műsor előtti vizuális tartalomjegyzékünket. Képes ajánlatunk következik. Télszele hóval faggyal jő, el kell most a nagy kendő. A tartós hideg nem csak kellemetlen, hanem szervezetünket is fokozottan megterheli. Nézzük, hogyan védekezhetünk a különösen hideg időjárásban. Vízkereszt vagy amit akartok. Vízkereszt a kabai katolikus közösség számára is fontos ünnep. Lupsa Tamás, püspökladányi plébános is ezt hangsúlyozta, nem csak a ladányi híveknek, hanem a Fíliák, Kaba, Báránd és Nádudvar katolikus gyülekezeteinek. Az ünnephez számos népszokás is kötődik, ekkor bontják le például a karácsonyfákat. Vízkeresztkor kezdődik a farsang időszaka. A galambok nem csak szelidek és szépek, hanem igencsak kitartóak. Galambkiállítást tartottak decemberben, az elmúlt év végén. A csodálatos szépségű standard és versenygalambok a Mácsai Sándor Művelődési Ház földszinti kiállító termében kerültek közszemlére. Adj helyet magad mellett, nehéz a dolga, részegen kivisz majd haza. Csak három dal a Bikini Együttes számtalan slágeréből. A Bikini ma már legenda. A zenekar szilveszteri különleges koncertjén a Hajdúszoboszlói Hotel Silverben a jól ismert régi dalok mellett a legújabb szerzemények is felcsendültek. Ha tehetik, maradjanak velünk! Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint a középső és a keleti ország részben az elmúlt napokban a legalacsonyabb hőmérsékletek helyenként mínusz 15 fok alatt, az északi középhegység egyes völgyeiben, főleg Nógrád megyében mínusz 20 fok alatt voltak. Több hideg rekord is megdőlt az elmúlt napokban. A Dunától keletre időszakosan helyenként hószálingózás és havazás is volt. A tartós hideg nem csak kellemetlen, hanem szervezetünket is megviseli. Erre figyelmeztet az ANTS. Így éld túl az extrém hideget, a következő 7 pontban gyűjtötte össze az információkat a riposzt.hu oldal. Figyeljünk az apró jelekre. Amikor azt érezzük, hogy nagyon fázunk, vacogunk, zsibbadnak vagy fájnak a végtagjaink, ezek már a kihűlés, a fagyás első jelei. Előzzük meg a további lehűlést testmozgással, ha sehova nem tudunk bemenni melegedni. Öltözzünk rétegesen. Védjük magunkat a széltől és attól, hogy átnedvesedjen a ruhánk. A nedves ruhákat minél előbb cseréljük szárazra. Viseljünk természetes alapanyagú, gyapjú vagy pamut alsó ruházatot. Második pont. Fontos a jó cipőválasztás. Elég bő legyen ahhoz, hogy lábujjainkat mozgatni tudjuk benne, mert a lábfej nagyon hamar lehűl. Lábujjaink könnyen szenvedhetnek fagyási sérüléseket. Emellett védjük a kezünket és a fejünket is. Harmadik pont. Fűtsük be a lakást. Nagyon fontos, hogy extrém hideg időjárás esetén rendesen be legyen fűtve a lakás. Soha ne engedjük a hőmérsékletet 15 fok alá. Ez fokozottan igaz az idősek, a betegek esetében, hiszen náluk kiemelt kockázatot jelent a hideg. Otthon is öltözzünk rétegesen. Tegyünk szőnyeget a padlóra, az is szigetel. A nem tökéletesen záró ajtók, ablakok elé, illetve közé helyezzünk párnát, takarót vagy szőnyeget.
Négyes pont. Ne vigyük ki a gyerekeket, csak ha muszáj. Mínusz 10 fok alatt ne vigyük sétálni a gyerekeket. Ha muszáj vele a szabadba menni, akkor rétegesen öltöztessük fel, arcát, orrát kenjük be zsíros krémmel. Lehetőleg szélvédett babakocsiban utaztassuk, és igyekezzünk minél rövidebb időt kint tölteni a szabadban. Erős szélben, nagy ködben csak akkor induljunk útnak kisgyermekkel, ha az elkerülhetetlen. Ötödik jó tanács. Hidegben is sok folyadék kell. Ha a szabadban sportolunk vagy dolgozunk, akkor is fontos legalább napi 2 liter folyadékot fogyasztani. Ugyanakkor kerülni kell a tömény, alkoholos italokat, mert azok növelik a végtagok hőleadását, így elősegíthetik a kihűlést. Hatodik pont. Tegyünk takarót a kocsiba. Ha autóval utazunk, mindenképpen vigyünk magunkkal meleg takarót, termoszban pedig meleg folyadékot. Figyeljünk a közlekedésnél, mert a hideg front fokozza az agresszivitást. Legyünk egymással türelmesek, elnézőek, ezzel csökkenthetjük a balesetek kockázatát. És végül a hetedik pont, betegen ne menjünk a szabadba. A krónikus betegségben szenvedők lehetőleg ne tartózkodjanak hosszabb ideig a szabadban, extrém hideg időben. A hideg front érkezésekor, ha valaki magas vérnyomás betegségben szenved, fokozottan figyeljen a tünetekre. Emelkedhet a vérnyomás, aminek jellegzetes tünete a fejfájás és a tarkótáji nyomás érzése. Január 6-án, Vízkereszt napján véget ért a karácsonyi ünnepkör. Bizonyára a legtöbb kabai lakásban ez időtájt lekerültek a díszek a fenyőfákról, ami talán aktuális is volt, hiszen a karácsony ékességének számító lucfenyők ilyenkor már igencsak hullajtják tűleveleiket, de az ezüst és norman rokonok sem bírják már soká. A magyar vízkereszt kifejezés a víz megszenteléséből ered. A víz és a tömjén megszenteléséből alakult ki katolikus vidékeken a házszentelés hagyománya is. Régebben otthon a szentelt vízzel megitatták az állatokat, hogy ne legyenek az év folyamán betegek, vagy az emberek magukra locsolták betegségek vagy rontás ellen. Egyes helyeken a ház földjét is meghintették, hogy áldás legyen a házon. A magyarság körében különböző népszokások alakultak ki a századok során, amelyek a vízkereszt ünnepéhez kötődnek. Palócföldön például komoly hagyományai vannak az ünnepnek, megszentelték vízzel a házakat, az ólakat. A bölcsőre is szent vizet hintettek. Házak megszentelésénél alakult ki az a szokás, hogy a házakra a 3 napkeleti bölcs kezdőbetűjét vésték fel, így GMB, Gáspár, Menyhért, Boldizsár. Ez egy 15. századi eredetű szokás. A 16. századtól kezdve pedig a csillagének éneklése vált az ünnep részévé. Vízkereszti népszokás, hogy ekkor bontják le a karácsonyfát. Vízkeresztkor kezdődik meg a farsang időszaka. Vízkereszt a kabai katolikus közösség számára is fontos ünnep. Lupsa Tamás, püspökladányi plébános is ezt hangsúlyozta, nem csak a ladányi híveknek, hanem a fíliák, kaba, báránd és nádudvar katolikus gyülekezeteinek. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdai Betlehemben, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe és tudakolták, hol van a zsidók újszülött királya. Láttuk a csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljon előtte. Meghallotta ezt Heródes király, és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell születnie a messiásnak. Azok így válaszoltak, a júdai Betlehemben, mert ezt írja a proféta. Te Betlehem Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jöjj ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek. Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe. Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte.
Ők pedig miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba. Ezek az evangélium igéi. Mesélek egy szép galambról. Szép, tiszta tolla volt neki. Csőre piros volt, mint a hajnal, s szép szemei, nagy szemei. A kis galamb egy alkonyattal, mikor a pásztor sípja szól, kiszállni édes vágyat érzett a dúc alól, a dúc alól. Szép Ernő a Fehér Galamb meséje című verséből olvastam részletet, és valóban galambkiállítást, gyönyörű galambokat állítottak ki Kabán az elmúlt év végén, december második hétvégéjén. A csodálatos szépségű standard és verseny galambok a Mácsai Sándor Művelődési Ház földszinti kiállító termében kerültek közszemlére. Ceglédi Sándor, a bíráló bizottság egyik tapasztalt debreceni tagja, a galambok pontozásának szabályairól nyilatkozott stábunknak, míg Erdei József, kabai tenyésztő, az elmúlt időszak versenyeredményeiről számolt be. A legjobb postagalambok egy-egy maratoni távon akár 1000 kilométert is képesek teljesíteni. Azok, akik szeretik a szép állatokat és a galambokat kifejezetten, azok tudják, hogy így az év vége fele itt Kabán mindig történik valami meglepetés, általában egy nagyon jól megszervezett galambkiállítás. Hát ennek vagyunk most, ha jól tudom, akkor a nyitó napján, és itt az elkövetkezendő napokban lesz lehetősége a kabaiaknak megnézni ezeket a gyönyörű kis tollas jószágokat. Ceglédi Sándorral beszélgetünk, aki bíráló és Debrecenből érkezett. Milyen állatokat láthatunk itt a ketrecekben? Hát ugye most második éve már, hogy rendezzük Kabán ezt a Hajdú Tagszövetségnek az országos kiállításra, a selejtező kiállítását. Ezek a galambok két kategóriában vannak. Ugye van a standard kategória, azaz szépség, és ugye vannak a sport kategóriák. A sport kategóriákon belül is van több. Ugye rövid táv, közép táv, hosszú táv, maraton táv, és van az úgynevezett általános táv. Ezeknek a galambok évközben meg kell szerezni az eredményt, tehát őket, a sportgalambokat nem bíráljuk, ők csak most ki vannak állítva, hogy ugye nézzék meg a látogatók. A standard galamboknak a bírálata most történt, elvégeztük, megvannak az eredményei a galamboknak. Én úgy gondolom, hogy a hímek kategóriájában a standardnél egy nagyon jó csapatot tudunk az országos kiállításra vinni. A tojócskák egy pici már gyengébbek, de szerintem ők is helyt fognak állni. Már is érezhető az a szeretet, ahogy beszél a galambokról. Akkor mondhatjuk, hogy a standard kategóriában itt most egy szépségverseny folyik. A verseny galamboknál meg egyfajta ilyen évsportolója kiállítás az éves munka után most a megérdemelt figyelmet begyűjtik. Beszéljünk egy kicsit ezekről a verseny galambokról, vagy hát mi ugye laikusok szoktuk azt mondani, hogy postagalambok. Írtatlan távokat tesznek meg. Igen, hát ugye, mint említette, ugye a sportgalambok azok évközben kell teljesíteni. Ugye van a rövid táv, ami 100 kilométertől 400-ig, a középtáv 300-tól 600-ig, a hosszú táv 600-tól 900-ig, és a maraton táv pedig 800-tól, hát most így mondom, Londonig, mert ugye azt tudni kell, hogy az olimpiai tiszteletére a Magyar Postagalamb Sportszövetség, tehát az országos szövetségünk, az rendezett a környező országokkal, Romániával, Szlovákiával, Csehországgal, Németországgal, Londonból versenyt.
rendeztek. Ugye, ha csak azt mondom, hogy például Nyíregyházának 1650 kilométer London a légvonalba, és szinte azt lehet mondani, hogy szépen hazajöttek a galambok. Londonból nyilván több napot kellett nekik ugye repülni, de a legkorábban érkező galamb négy nap alatt megtette ezt a távot. Tehát ezek egy szuper galambok. Ugye? Ezek szuper galambok, a utazási irodákat leköröznék ezzel a teljesítménnyel. Hogyan tudják dokumentálni, hogy ezek az utak valóban megtörténtek? Igen. Tehát ez úgy történik, hogy a mindenkori feneresztési helyetnek az országos szövetsége startbírót rendel ki. Nekünk például magyaroknak kötelező a videófelvétel a startról, hogy a galambok ki lettek engedve, illetve és akkor emellett ugye a GPS is működik, ami bizonyítsa, hogy ez a gépkocsi ott állt abban az időben, tehát arról, mert megvan adva, hogy mely koordinátáról lehet a galambokat kiengedni. Ugye egy bizonyos városból, ugye ha Ausztriába megyünk, akkor ottan, ha Németországba jött, vagy Magyarországon, tehát megvan adva, hogy például Sopronból hol lehet, milyen koordinátáról felengedni a galambokat. Gondolom, hogy a tulajdonosok pedig epekedve, izgatottan várják a galambok megérkezését. Ez hogy kell elképzelni, amikor mondjuk megérkezik egy versenygalamb egy ilyen többnapos túrát követően? Igen, hát ugye most már hán az Istennek ugye fejlődik a világ, és már elektromos rögzítőkkel rögzítsük a galambot, tehát a galambokon van csípgyűrű, ugye mielőtt elküldjük őket, a galambokat, azok le vannak dokumentálva, tehát rögzítőt kell a galambnak a gyűrűt, és mikor megérkezik a galamb, rászáll arra bizonyos antennára, ami az anyaórával össze van köt, és gyönyörű szépen kéri a galambnak a számát, idejét, hogy mikor érkezett. Erdei kollégával talán 2 éve beszéltünk pont egy ilyen útnak a veszélyességéről, hogy sajnos van, amikor nem térnek haza, mert valamilyen baleset áldozatai lesznek. Hát sajnos egyre, hát most azt mondom, hogy az embereken kívül, mert sajnos azt el kell mondani, hogy az emberek a legnagyobb veszélyei, de ugye például Németországban már most kormányzati szinten foglalkoznak a ragadozók madaraknak hát nem írtásáról, de hogy valamilyen formában, hogy csökkentsék, mert annyi ragadozó van, hogy ugye ahogy elfáradnak a galambok, hamar kicsapja őket, tehát az ember... Melyek ezek a ragadozó madarak? Hát ezek, én megmondom őszintén, különösebben nem, de ezek a sasok, tehát ezek a gyors, amik képesek 250 kilométeres sebességgel, ugye ezek az ölyvök, meg mit tudom én, tehát ezek ugye ott azokon az erdős részeken, sajnos muszáj nekik megszerezni az élelmet, és ugye a fáradt galamb az nagyon hamar ki tudják őket csapni, illetve a ragadozó áldozata van. Hát azon belül ugye vannak ugye ilyen, hogy például vezetékek, drótvezeték, ilyesmi, tehát amit ugye, mikor jön egy galamb 70-80-90 kilométeres sebességgel, ugye egyszerűen azt a vékony drótot nem látja, és akkor sajnos baleset éri. Úgyhogy. Ugye tudjuk a gólyákról és egyéb más költöző madarakról, hogy akár több ezer kilométert is képesek pontos koordináták szerint megrepülni. Melyek azok a tájékozódási képességei a galamboknak, ami alapján mondjuk oda találnak Londonba vagy Bajorországba? Igen, tehát ugye gépkocsival elszállítjuk a galambokat. Azt megmondani, még mai napig nem tudja megmondani konkrétan senki, hogy a postagalamb hogy tájékozódik. Feltevések vannak, elképzelések vannak, próbálkozások vannak, de konkrétan még hát akik nagyon nagy hangsúlyt vettek rá, az angol tudósok, de még konkrétan ők sem merték azt leírni, hogy na, akkor ez. Ez egy csoda. Igen, nem tudjuk, hogy mi. Ez az igazság, úgyhogy. Milyenek a magyar galambok? Milyenek a magyar versenygalamboknak az eredményei, és ezen belül milyenek esetleg a hajdúbihari eredmények? Igen, hát például a 2015-ben rendezte Magyarország a postagalamb olimpiát. Kérem szépen, ott sportkategóriában negyedikek, standard kategóriában pedig ötödik lett Magyarország, tehát azt lehet mondani, hogy nagyon jó eredményt értünk el. Ott a Hajdú-Bihar megyét akkor sajnos két galambunkat diszkvalifikáltak, mert az, csak hogy mennyire fontos, hogy a startnál nem működött a videónk,
ugye? És emiatt nem fogadták el. A galambok megrepülték minden, de... Tehát Elek János kollégámnak szólni kell, és a Kavai TV profi körülmények között rögzíti. Visszatérve a standard galambokra, akik a szépségükkel, amelyek a szépségükkel tollászkodnak most itt, hogyan lehet felkészíteni? Hiszen itt azt gondolom, hogy nagyon fontos a vérvonal, a tehetség, az, hogy milyen paraméterekkel születik egy galamb fiúka, de lehet-e ezen segíteni, hogy jobb eredményeket, jobb pontokat érjen el? Igen, hát végül is azért a tenyésztők megpróbálják, aki úgy ráérez, megpróbálják a szép galambokat, tehát az arányos forma, a fejforma, testforma, azon belül a tollazata, ugye, hogy selymes legyen, meg maga a galambnak a tekintete is, tehát próbáljuk ugye ezeket gyúrni összefele, nem mindig sikerül, ugye, de azért vannak tenyésztők, akik kimondottan erre specializálják magukat, hogy ilyen standardeket kell tenyészteni. Nekik ugye a sportgalambokhoz képest, tehát egy nagyon minimális teljesítők, mert nekik is a himeknek 2 év alatt 2500 kilométer kell teljesíteni, a tojóknak meg 2000-re, tehát ez egy humánus kilométer, de ők nem is azért vannak most így mondva, hogy hanem ugye rámennek azok a tenyésztők a szépségre. Ezt még mi emberek is kibírnánk, természetesen csak vonaton. A kérdésem az, hogy az utolsó kérdésem, hogy általában a bírálók maguk is galambtenyésztők. Ez az ön esetében is így van? Hát igen, ugye, hát hogy mondjam, a bíráló is mindig beleesik egy rosszba. Ugye csak egy érdekes dolog, hogy 2 évvel ezelőtt egy barátomtól a Dunántúról, a másikat a délről kaptam egy hímet, egy tojót, amiknek a testvérei, szülei az országos kiállításon díjasok voltak. És úgy lehet elképzelni, ezt a 2 galambot párba tettem, és a lehető leggyengébb standard típusú galamb jött ki belőlük. Ilyen a tenyésztés, ugye? Tehát, hogy hívják a standardbe, hogy még a jó galamboknak a testvérei is hiába teszi az ember párba, nem biztos, hogy azok olyan külemet hoznak ki, amit hát egy bírálónak látni kell, ugye, hogy ez most megfelel, vagy nem, ugye? Mire számítanak itt Kabán, mekkora látogató számra? Fontos-e, hogy minél többen? Reméljük, hogy azért lesznek, nagy propagandát nem csináltunk. Megmondom azt is, hogy miért, mert ugye madárinfluenza van, bár Hajdú-Bihar megyét nem érintette ez a dolog. Ha jól tudom, akkor Csongrád, Bács-Kiskun. Pontosan így van, de ugye nem akartunk nagy, hogy hívják ott, hírverést ennek venni. Tavaly is megrendeztük, ugye Erdély Józsi segítségével, ő a Hajdú Tagszövetségnek egy kiváló versenyzője, úgyhogy ő már azért el kell mondani, hogy 2015-ben országos rövidtávú bajnok volt. Úgyhogy az a Kavai, hogy hívják ott? Kava hírnevét öregbítette. Így van, pontosan.
Ceglédi Sándor azzal hagyta abba, hogy Erdei József, a kabai tenyésztő, egy igen elismert tagja a Hajdú-Bihar megye és az országos galambtenyésztő társaságnak, sőt 2015-ben bajnoki címmel is büszkélkedhetett. Hát mindig szívügye, hogy azért itt Kabán is legyen kiállítás. Gondolom, hogy nem könnyű megszervezni azt, hogy minden évben jelentős tenyésztők elhozzák a legszebb galambokat ide Kabára. Hát az utóbbi két évben sikerült MSZ-vel megegyeznünk, és hál' Istennek biztosította a helyet nekünk. És én örülök, hogy hát itt a sporttársak is az idejében is eljöttek, és az eredményes galambokat és a standard galambokat bemutatták. Hát amik itten díjnyertes galambok lesznek, azok majd innen most így kerülhetnek az országos versenyre. Igen, ez tulajdonképpen akkor a selejtező. Ez az előselejtező, és innen csak a legjobbak mennek az országosra. Körülbelül hány galamb kerül mondjuk az országos versenyre? Gondolom a 19 megyéből, de összesen hány galamb versenyezhet? Hát én úgy tudom, hogy hát a sportkategóriámban, szóval rövid, közép, hosszú táv vagy átlásban, azok innen csak 3-3 darab galamb legyen a standardból, amit így mondjuk, hogy szépségverseny, abból pedig 5 galamb jut a tojókból is, meg a hímekből is. Na most 30 kerület van, hogyha azt nézzük, ezt a 30 kerület, mindegyik kerület csak ennyit vihet, és akkor, ha úgy nézzük, a hímekből 150, a tojókból megint 150, és amik oda felkerülnek, és a sportkategóriában mondjuk ottan szűkösebb, mert ha úgy nézzük, 90 darabbal kell számolni, és amik ott az országosan az első három lesz a sportkategóriában, a távonként, az ki is kerül az olimpiára. Most milyen a felhozatal, voltak-e igazán különleges és szép galambok? Hát tudomásom szerint azt hiszem, hogy a koeficient számítás szerint van esély arra is, hogy most a Hajdú Tagszövetségről kerüljen ki olimpiára galamb, de majd mikor januárban meg lesz a kiállítás a Szimacsarnokba, akkor tudjuk meg, hogy na, hogy sikerült vagy nem sikerült, pedig addig a galambnak még meg kell maradni. A Szimacsarnokbéli országos döntőről majd mindenképpen információt kérünk, és akkor majd ezt a hírekbe beolvassuk. Mi a helyzet a saját galambokkal? Hát van egy sajnálatos dolog, hogy a listát már tudjuk, hogy így az országos listán az első három galamb az bejut, már így előszámítás megvan, és nekem csak a negyedik lett a galambom, úgyhogy így lecsúsztam az olimpiáról, de országos negyediknek lenni az is egy nagy dicsőség. Honnan érkeztek most egyébként a tenyésztőtársak általában, a megye melyik pontjairól, városaiból? Hajdú, Hosszúpályi, Derecske, Józsa, Debrecen, Szoboszló, Nádudvar, innen hoztak most galambot tudomásom szerint. Ugye beszéltünk a kollégával az imént a versenygalamboknak a távjairól, és mi már ketten is beszéltünk korábban nagyon sokat, hogy irdatlan távolságokat tesznek meg ezek a galambok. Az ön galambjai hogyan szerepeltek az idén, milyen távokat tettek meg? Hát az enyém rövid, közép és hosszú távon versenyeztek. Hát a rövid távon harmadik csapatot fogtam kerületi szinten, a középtávon így mondjuk, hogy fogtam egy lyukat, és így elúszott a második hely, lecsúsztam. A hosszú távon harmadik csapatot fogtam kerületi szinten, és a három táv összesítésében kerületi harmadik csapatom lett, úgyhogy szerintem ez nagyon jó eredmény, szóval ez minden évben kibékülnék ilyen eredménnyel. És még hozzátegyem, a kerület legjobb galambja az az enyém lett. Gratulálunk! Elek János operatőr kollégám folyamatosan itt a vállamat kopogtatja, hogy kérdezzem már meg ugyan, hogy a standard kategóriába mégis mi alapján ítélik meg, hogy melyik a legszebb, mert a sok kiállított galamb között mi laikusok nem igen tudnánk választani. Hát szóval az izomzat alapján, a szárny alapján, akkor úgy mondjuk, hogy a fark a tollazata, és szól az egész galambnak az összbenyomása alapján ítélik meg, a pontozások alapján. Ugyanúgy a fejre, a szányra, az izomzatra, mindenre külön pontokat lehet adni, és mikor ezt a
pontokat összeadják, akkor ilyen, például itt van egy 90,08, ha jól látom így. 100 a maximum? Hát 100-at még nem láttam, de 100-ig lehetne, de 93,8-et már láttam az olimpián, de az már extra galambok közé tartozik, de itt is vannak 91 pont fölötti galambok. Úgyhogy... Ezt akartam megkérdezni, hogy itt a legmagasabb pontszám most 91 körül van? Ezt most pontosan nem tudnám így fejbe, de hogyha... Látok olyat. Cegléd is annyit, hogyha megkérdezik, melyik a legmagasabb pont, mert végignéztem, de nem jegyeztem meg, csak így végignéztem, hogy ez az első, vagy második, harmadik, de a pontszámot azt nem jegyeztem meg. Nyilván az ember kíváncsian várja, hogy a saját galambja milyen pontszámot ér el, de azért fürkésző szemmel nézi a társaknak a galambjait is. Meggondolom, hogy a tenyésztők egymás között is tudnak beszélgetni, tapasztalatokat cserélni egy ilyen eseményen. Hát ilyenkor, mikor elkezdünk délután összejönni, akkor szóval mindenki beszél a galambjának az eredményéről, így mondjuk, hogy melyik galamb milyen típusú, melyik útra szereti a legjobban, meg így mondjuk, hogy hát vannak ilyen családok, amiknek az utódjai jó szerepelnek, vagy szóval így elbeszélgetünk órákoztat, de csak ilyenkor, mert hogy mondjam, annyira sűrű nem tudunk összejönni. Meg hát a kulisszatitkokat egyébként sem fecsegi ki az ember. Én szívesen átadom mindenféle titkomat, mert vannak, akik nem adják, úgy mondjam, nem titkot kell itt átadni, hanem a versenyzésre való felkészítést, hogy milyen takarmányt, milyen vitaminokat adunk, de van, aki, én legalábbis még, aki versenyzők, volt rá az idén is példa is, nagyon megköszöntem, amikor segítettem neki, hogy szinte láthatóan jobban jöttek a galambjai. Ez engem egy örömmel tölt el, hogy igenis vannak jó galambjai, csak nem jó készíti fel, és egy felkészítés nagyon sokat jelent, akár, hát mondhatjuk úgy, mint egy élsportolónál is, hogyha az is jó fel van készítve, olyan az edző, akkor az is tud eredményt produkálni. Az év végéhez közeledvén az ember már egy kicsit számolgat, a jövőt firtatja, mivel lenne elégedett a következő év végén, ha csinálnánk egy hasonló interjút? Hát én ugyanezekkel az eredményekkel megelégednék, de én is inkább maximalista vagyok, hogy szeretnék minél jobb eredményt elérni, és az országos. Nekem már az is, hogy az országosan minél előrébb végezzek, akár így mondjuk az országosan az első 10% között lenni, már az egy klasszis dolog. És hát ezt majd még most tudjuk meg az országos csapatbajnokságot, hogy na ki hun végzett. Gratulálok a tenyésztői eredményekhez, és köszönjük a szervező munkát, hogy megcsodálhatjuk ezeket a gyönyörű galambokat. Örülök, hogy hát eljöttetek, és a városnak be tudjátok mutatni az itt kiállított galambokat. Kedves nézőink, ennyi fért mai adásidőnkbe, de a jövő héten, január 22-én újból várjuk Önöket a képernyő elé, remélhetőleg friss, szerkesztett összeállítással. Ehhez természetesen az Önök segítségére is szükségünk van, várjuk az információkat, javaslatokat, programajánlatokat, a jól ismert elérhetőségeinken, melyet itt a képernyőn feliratoztunk. Találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!